Jó estét kívánok! Élő közvetítést látnak az ATV választási stúdiójából. Egész pontosan 36 óra múlva nyitnak a szavazóhelységek Magyarországon, és dönthetünk arról, hogy ki képviseljék Magyarországot, és persze benne bennünket az Európai Parlamentben. Jól dönteni akkor van esélyünk, hogyha megismerjük a pártok által oda küldeni kívánt embereket, a pártok álláspontját az uniós kérdésekben, és ebben próbál segíteni ez a műsor. Ennek érdekében egyébként a pártok kezdeményezésére jött létre ez a ma esti vita. A vitán való részvétel mind a 8 listát állító pártnak adott volt. A választáson végül is a DK és a Fidesz úgy döntött, hogy nem delegál képviselőt ebbe a ma esti vitában. 6-an vannak tehát itt ma este. Az elkövetkező 70 percben tehát az ő vitájukat látják. A résztvevők, a mai vita résztvevői a megszólalók sorrendjében. Kásler Árpád, a Haza nem eladó mozgalom listavezetője. Tóth Tamás, EP listavezető a Seres Mária szövetségeseitől. Morvai Krisztina, a Jobbik EP listavezetője. Bajnai Gordon, az Együtt PM listavezetője. Szanyi Tibor, a Szocialista Párt listavezetője. És Meszerics Tamás, az LMP Európai Parlamenti listavezetője. Három témát járunk körül ma este, Magyarország uniós tagságának mérlegét, szükség van-e Magyarországnak az Európai Unióra, és ha igen, akkor milyenre, illetve egy szabadon választott szakpolitikai témát, ebben a pártok maguk döntötték el, hogy miről kívánnak beszélni. Mielőtt kezdünk, a ma este szabályról néhány mondatot. Minden témában 2 perc áll a listavezetők rendelkezésére, hogy álláspontjukat kifejtsék. Miután mind a hatukat meghallgattuk, egy-egy percben mindenki reagálhat az elhangzottakra. Reagálni lehet, de nem muszáj. A 3x1 perces időtartam összevonható és rugalmasan használható fel, azaz a vitázók egyenként 3 percnyi szabadon felhasználható időkerettel rendelkeznek a vitának ebben a szakaszában. Az időkereteket pontosan mérni és betartani fogjuk. A vita résztvevői és önök is látni fogják, mikor telik le, de én is fogok erre figyelmeztetni. Amennyiben ennek ellenére nem teszik ki a pontot a mondat végére, akkor le fogjuk keverni a hangot. A pártok állapodtak meg ebben, engem megtiszteltek a bizalmukkal, hogy tartassam is be ezeket a szabályokat. A vita végén még mindenkinek lesz lehetősége egy 2 perces zárszót mondani. A hozzászólások sorrendjét témánként külön sorsolták ma délelőtt a pártok képviselőinek személyes részvétele mellett. Kezdődjék tehát a vita, kezdődjék tehát az Európai Parlamenti Választási Vitasorozat, vagy vitaműsor. Az első megszólaló tehát ebben a körben Kásler Árpád. Kásler úr, óra indul, öné a szó. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Haza nem eladó mozgalom párt neveiben. Ezt a pártot tisztességes családanyák és családapák hozták létre, olyanok, akiknek elege lett abból, hogy a politikusok más cselekszenek, mint amit mondanak. Mint láthatják, nekünk az öltözetünk is egy picit más, szakítunk a hagyományokkal, mert sok esetben a nyakkendők mögé rejtőzve fosztották ki Magyarországot. Olyan emberek hozták létre ezt a pártot, akik az életük folyamán már bizonyítottak, családot alapítottak, házat építettek, és végül kifosztották őket. Mint a nevünk is mutatja, a pártunk egy mozgalomból nőtte ki magát. Egy olyan mozgalomból, amely a devizahitelek körüli anomáliák és törvénysértések visszáságait kívánta feltárni. A média gyakran kamupártként emlegetett bennünket, egy kalap alá hozva, ok nélkül olyanokkal, akik az országgyűlési választásokra törvényt megkerülve fénymásolták, lemásolták az ajánlásokat, az aláírásokat, és csalásárán jutottak, vettek részt a választáson. Pártunk vezetősége és tagjai már több mint 5 éve szolgálják a magyar érdekeket. Ez a fél évtizedes múlt bizonyítja a tisztességes szándékot, azt, hogy nem egy szalmalángról van szó, hanem elhivatottságról.
A Haza nem eladó mozgalom párt tisztességesen, becsületesen képviselni kívánja a magyar érdekeket. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen pontosan betartotta az időt. A következő bevezető Tóth Tamásé, Seres Mária szövetségesei. Öné a szó, óra. Az SMS a tűrhetetlen közállapotok ellen kíván tenni az élet védelmében. Ma az erőszakos élet elleni bűnök napirenden vannak, és az elkövetőt nem riasztja a törvény, amit csak tetéz a lassú, átláthatatlan törvénykezés, folytatva a luxusbörtön viszonyokat. A szándékos és minden kétséget kizáróan bizonyított életelleni bűnök esetében vissza kell állítani a halálos ítéletet. De ezt nem sürgős végrehajtani. Viszont az így elítélt soha ne kerülhessen az emberek közé. A bírói ítéletnek legyen felelőssége. Nem szabad megengedni a tévedés lehetőségét egy ilyen ítéletben. Az Unióban több olyan tagállam van, akik hasonlóan gondolkodnak. Ezekkel kell nekünk összefogni, hiszen ott sem engedik a népakaratot érvényesülni. Két az embereknek nagyon fontos témában történt aláírásgyűjtés, az egyiknél az elszámoltatás, a másiknál a halálbüntetés visszaállítása volt a téma. Az egyiknél 160 ezer, a másiknál 605 ezer állampolgár akaratát söpörte le a politika. Az egyiknél az MSZP, a másiknál a Fidesz volt a hatalom. Minden párt jelenlévő képviselőjét kérdezem, minden kétséget kizáróan bizonyított szándékos gyilkos kaphat-e halálos ítéletet? Különösen a Jobbik véleményére vagyok kíváncsi. Köszönöm szépen. Nem is használtak ki teljesen a 2 perces időkeretet. Morvai Krisztina, Jobbik, következik az önbevezetője. Óra indul. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Sok szeretettel köszöntöm a magyar választópolgárokat a tévékészülékek előtt, és itt a stúdióban politikus kollégáimat. Nagy örömmel jöttem erre a vitára, hiszen úgy gondolom, hogy hát ha most sikerül egy kicsit visszaadni a politika méltóságából és a politikus és a választópolgár közötti kapcsolatnak a méltóságából, hiszen úgy azt tapasztalom, hogy a magyar embereknek nagyon elegük van abból, hogy a politikusok saját magukkal foglalkoznak, a pártjaikkal, a pártok egymás közötti csatározásával, ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy hogyan tudnák felemelni Magyarországot és jobb helyzetbe hozni a sokszor nyomorúságos helyzetben lévő embereket. És elegük van abból is, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás óta nem is jobb és bal oldal áll egymással szemben, nem egyik párt vagy másik párt, hanem az egyik oldalon van a politikai hatalom, amelyik összeolvad a gazdasági hatalommal, és a másik oldalon pedig vannak az emberek, akik teljesen kiszolgáltatottak ennek az egybeolvad hatalomnak. És kialakult valamiféle olyan képlet, hogy a gazdasági hatalom megrendeli, a politikai hatalom végrehajtja, a sajtó meg eladja az embereknek. Nekünk nem ez a feladatunk, most az a feladatunk, hogy beszámoljunk arról, hogy akik már voltunk európai parlamenti képviselők, mit tettünk 5 éven át az Európai Parlamentben, mik a tapasztalataink a magyar emberekkel való beszélgetések során, mik a fő problémák, kiket képviselünk pontosan az Európai Parlamentben, és mik a terveink, mi az a program, amit szeretnénk megvalósítani. Én abban is reménykedem, hogy nem csak egymás mindenáron való legyőzésére törekszünk, hanem arra is, hogy megállapodjunk bizonyos nemzeti minimumban, amit majd együtt fogunk képviselni kollégákként Brüsszelben és Strasbourgban. Köszönöm szépen Morvai Krisztinának, a következő megszólalás lehetősége Bajnai Gordont illeti. Önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elfogadták a vitára való meghívásunkat. A vita nagyon fontos. A vita azért kell, mert Magyarországon a politikát hosszú évek óta a hazugság, az ostobaság és az uszítás uralja. De a hazugságot leleplezni csak vitában lehet. A vita célja tehát, hogy leleplezzük és tarthatatlanná tegyük a hazugságokat. Ezért kértem meg többek között a Jobbikot is, hogy jöjjön el erre a vitára. Minden, amit én az életemben eddig megtapasztaltam vagy megtanultam, az azt kell, hogy mondassa velem, a Jobbik politikája nemzetellenes. A Jobbik politikája nemzetellenes, mert Magyarországot tönkretenné, ha hatalomra jutna. De erről majd később mondok még néhány szót. Most csak annyit, hogy az Európai Unióból kizáratná Magyarországot, és az orosz érdekszférába szeretné vontatni. Oda, ahol most Ukrajna küszködik a szomszédunk.
A Jobbik listájának harmadik helyezettje egy olyan személy, aki jelen éppen hazaárulás miatt folyik gyanúsítás. Persze az orosz érdek vonatkozásában a Jobbik egyékenyen árul a Fidesszel. Azzal a Fidesszel, aki elmenekül évek óta a vita elől. A választók nagyobb részének persze vitája van a Fidesz kormányzásával. Vitája van vele, ezt megmutatta április 6-án. A választók többsége nem Brüsszeltől vár több tiszteletet, hanem a saját kormányától és kormánypártjától, a Fidesztől. Nincs itt velünk a Demokratikus Koalíció sem. Ők az érveiket tiszteletben tartom, de nem értek velük egyet. Szerintem április 6-a mindannyiunknak azt üzente, hogy változni és változtatni kell. Ennek a választásnak két tétje van. Az egyik, a vasfüggöny melyik oldalára fog tartozni Magyarország. Ma Magyarország keletre halad, Orbán tolja és vona húzza. Nekik kell világos üzenetet küldenünk vasárnap, hogy ebből nem kérünk. A másik tét pedig az, ki fogja leváltani az Orbán rendszert. 4 év múlva a Jobbik lesz az alternatíva, vagy lesz egy tisztességes európai polgári lehetőség. Ez a tét. Köszönöm szépen, csak szeretném megjegyezni, hogy a bevezetőre nem lehet reagálni, de a szakpolitikai részeknél természetesen mindenre, ami akár most hangzott el, lesz majd lehetőségük reagálni. A következő megszólaló Szanyi Tibor, Szocialista Párt, öné a szó. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, tisztelettel köszöntöm a tévénézőket, és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat is, de főképpen a házigazdáknak jár egy nagyon nagy köszönet, hogy lehetővé tették ezt a mai műsort, ezt a mai megszólalási körjáratot. Valójában ez a közmédiának lett volna a dolga, de elutasította ezt a kezdeményezést. Én a magam részéről, és ebben azt hiszem minden szocialista párti politikus osztozik velem, hogy ezt a mostani európai parlamenti választást úgy rendezte a sors, hogy bizony 8 párt mozgalom kapott lehetőséget arra, hogy induljon ezen a választáson. 8 pártot tiszteltek meg a választópolgárok. Én sajnálom, hogy ebből csak 6 tiszteli meg a választópolgárokat. És ezek sorában persze külön ki kell emeljem a Fideszt a távolmaradók sorából. Bár ők nagyokat plakátolnak, hogy tiszteletet a magyaroknak, de Orbán Viktor most úgy viselkedik, hogy bár elvárja maga iránt a tiszteletet, de az országával szemben sem gyakorolja. Ő ma is egy nyilatkozatában azt mondta, hogy hát Balek az, aki nem vitatkozik. Igaz, ő ezt az európai partnerekre értette. Hát akkor innen üzenem a távolban lévő Orbán Viktornak. Viktor, Balek vagy. Itt lett volna a helye a listavezetődnek, ő is Balek, nincs itt, egyik sincs itt. És hogyha már ennyire a vita hatja át napjainkat, akkor egy dolgot szeretnénk csak így a bevezetőbe tisztázni. Ez nem egy belpolitikai helyosztó. Itt minden felelős magyar választópolgár Európa ügyeiről dönt, Európa sorsáról dönt. Ez időtájt a fő kérdés, Európa marad-e a konzervatív pályán, a megszorítások pályán, vagy balra megy a munkahelyekért, a megélhetésért. Köszönöm. Én is köszönöm. Kicsit visszaél a házigazda szerepével, az ATV Vita TV. Én köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a bizalmukkal, és ezt a vitát, ezt itt rendezhetjük. Következő megszólaló, Meszerics Tamás, LMP. Öné a szó. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a nézőket, a rádióhallgatókat és a megjelent társaimat ebben a vitában. Nem szeretnék nagyon sok szót vesztegetni arra, hogy miért jó a vita. Szerintem aki valaha politika közelébe került, aki valaha érdeklődött a politika iránt, az tudja, hogy miért jó a vita. Így azt is tudnia kell, hogy miért nem jó az, amikor vitán nem vesznek részt egyes szereplők. Mi azt gondoljuk, hogy ott, ahol van felkészült, értelmes vitatkozó, ott, ahol vannak fontos kérdések, ott jó vita lesz. Ebből valamelyiket nem tudja szolgáltatni némelyik magyar párt, az legyen az ő problémájuk. Nekik kell ezt a saját tagjaikkal és szimpatizánsaikkal megbeszélniük. Úgyhogy én át is térnék arra inkább, mert én sem gondolom azt, hogy ennek az európai parlamenti választásnak az lenne a tétje, hogy a baloldalon ki milyen százalékban, milyen arányban fog tudni szerepelni, és kiadja a következő főpolgármester jelöltet, hanem arról kéne szólnia, hogy mire való az Európai Unió, mit akarunk az Európai Uniótól, akarunk egyáltalán valamit az Európai Uniótól. Az LMP szerint az Európai Unióról folytatott vita, már amennyi folyt erről a magyar médiában, az alapvetően félrecsúszott akkor, amikor rendszeresen visszatérő kérdés volt az, hogy több vagy kevesebb, kisebb vagy nagyobb Európát szeretne egy adott párt, mindenáron ebbe kellett volna besorolni minden politikai tényezőt.
Hát a mi álláspontunk az az, hogy nem az a kérdés, hogy több vagy kevesebb Európát akarunk, hanem az a kérdés, hogy hogyan teremthetünk egy jobb Európát. Európából olyan Európai Uniót szeretnénk, ahol a Föld valóban azoké, akik megművelik, és ennek nem gátja, hanem serkentője az Európai Unió. Olyan Európát akarunk, ahol minden munkavállalót ugyanolyan védelem illet meg. Olyan Európát akarunk, ahol az Európai Unió nem csak könnyebbséget jelent az utazásban a fiataloknak, de munkahelyet is biztosít a számukra otthon. Én ezért aztán most mindenkit arra kérek, a választókat, hogy aki hisz az Európai Unióban, de egyetért azzal, hogy az Európai Uniót meg kell változtatni, az szavazzon a lehet más a politikára. Köszönöm szépen, és külön köszönöm még egyszer, hogy ennyire pontosan gazdálkodnak az idővel. Ez volt tehát a pártok képviselőinek a bevezetője. Most jön az első témakör, ami Magyarország uniós tagságának mérlege, tehát az első 10 év mérlege, és a sorsolás szerint most az első megszólaló Bajnai Gordon. Öné a szó. 10 évvel ezelőtt 3 millióan az ország választóinak nagyon jelentős része szavazott arra, hogy végre megvalósuljon 1000 éves álmunk az, hogy az Európai Unióhoz csatlakozhassunk. Azóta az elmúlt 10 évet viszont nagyon sokan csalódottan, veszteségként vagy kudarcként élik meg. Erre a Fidesz és a Jobbik általában azt szokta mondani, hogy ennek Brüsszel az oka, ő a bűnös. Ez nem igaz. A problémákat elsősorban az elmúlt 10 évben magunknak köszönhetjük. Egymást követő kormányzati hibák, rossz gazdaságpolitika sodorta Magyarországot válságba, majd az elmúlt 4 évben Orbán Viktor rossz kormányzása és hazug szabadságharca okozza Magyarország lecsúszását és elszegényedését. Nem az unió tehát az oka a problémáinknak, inkább csak mérsékli azokat. Nem miatta szűnnek meg a munkahelyek, hanem ha nem lenne, még kevesebb lenne. Az Európai Uniótól Magyarország minden egyes polgára több mint 500 000 forintot kapott az elmúlt évek alatt, és ha nem lenne unió, akkor nem lennének fapados légitársaságok, nem lenne szabad utazás 25 országban, nem lenne Erasmus ösztöndíj több mint 40 000 magyar diáknak, és nem lennének mondjuk agrártámogatások sem. De a csalódásnak van egy másik oka is. A magyar kormányok nagyon sokszor nem tudták megvédeni a saját polgáraikat az uniós érdekharcban. És nem tudták megvédeni a vállalkozásaikat sem. Csak egy példát hagyd mondjak. A cukoripar kiradírozása Magyarországról, az, hogy 60-ban szerencsén Szolnokon nincsen cukoripar Magyarországon, az például egy ilyen súlyos hibának a következménye. És ilyen súlyos hiba az, ami Brüsszelben történik, az, hogy Orbán Viktor egyik oldalról tartja a markát, amikor Brüsszelben jár, majd utána itthon az öklét rázza Brüsszellel szemben. Emiatt is kevesebb a pénzünk, és kevesebb a befolyásunk. Brüsszelben és Európában a tiszteletet nem plakátokról kell kérni, hanem azt ki kell vívni munkával és tisztességgel, úgy, ahogy másoknak ez sikerült. Köszönöm szépen! Mindig látják, hogy melyik kamera dolgozik, amelyiknek a tetején ég a piros lámpa, tehát ha a nézőknek szánják a mondani valójukat, akkor oda beszéljenek. Következő megszólaló Morvai Krisztina. Óra indul. Amikor az Európai Unió és Magyarország viszonyának a mérlegét készítjük el, akkor nem szabad elfelejteni, hogy már az úgynevezett rendszerváltás pillanatától kezdve Magyarország az Európai Uniós társulási, illetőleg csatlakozási folyamat részesévé vált, vagyis mindaz, ami azóta történt, az Európai Uniós iránytűnek megfelelően történt. Tehát voltak éppen az Európai Uniós tagságunknak a mérlege, az a rendszerváltás óta eltelt évtizedeknek a mérlege is. Már pedig ez a mérleg katasztrofális. Ugye ezért kellett a sok igazságtalan és szörnyűséges privatizáció, a gyáraknak, az üzemeknek a leépítése, embereknek az utcára tétele, úgyhogy senki meg nem kérdezte, hogy miből is fognak megélni a magyar emberek, termelőszövetkezeteknek a szétverése, anélkül, hogy európai típusú szövetkezetté alakultak volna át, ugye a földek nagy koncentrációban egy-egy kézbe kerültek, és ez a mérleget én úgy készítem, hogy a magyar emberekkel beszélgetve meghallgatom a fájdalmaikat, megnézem, hogy milyen helyzetben vannak. Tehát a mérleg azt mutatja, hogy összeszerelő üzemekben 60 000 forintos fizetésért teljes munkajogi jogfosztottságban dolgoznak munkavállalók, vagy éppen külföldi kereskedelmi láncokban. Óriási a diszkrimináció a nyugat-európai dolgozó emberek jövedelme, illetőleg életkörülményei, munkajogi helyzete és a magyarok között. Látom azt mérleg,
jelképként, hogy folyik a földrablás, egyrészt az oligarchák részéről, magyar oligarchák részéről, másrészt külföldiek részéről, tönkrement a mezőgazdaság, elszegényedtek a vidéki emberek, a kisvállalkozóink nem tudnak versenyt tartani az ide áramló rengeteg külföldi áruval, legyen az nyugat-európai áru, vagy az olcsó távol-keleti áru. Ez tehát a mérleg összességében katasztrofális, ez így nem mehet tovább, változtatni kell. Köszönöm szépen Kásler Árpáddal, aki a következő megszólaló eszközben egy pantomimet játszottunk, de reagálni majd a kör végén lesz lehetőségük. De most egyébként önné a szó, parancsolja. Azért tartunk ott, ahol tartunk, mert megjátsszuk magunkat. Most is megjátsszuk, hogy ez egy valós vitaműsor. Ma reggel kaptam meg én a kérdéseket, ma reggel jutottak el hozzám, azt elutasították, illetve nem reagáltak a pártok arra, hogy csak azt beszéljük meg, hogy hány kérdés és hány perc, az nem valós vitaműsor, hogyha előre betanult kérdésekre és otthon megírt válaszokat most úgy teszünk, látom a képviselőjelölt társaim is azért puskázgatnak, én nem fogok puskázni, hanem tömören felolvasom. Magyarország uniós tagságának mérlegét nem lehet és nem szabad pusztán forintokra lebontva értékelni. Ez sajnos jellemző és gyakori hibája az elemzéseknek, sok esetben nem véletlenül. Ezt nem lehet egyszerűsíteni arra, hogy mennyit fizet be Magyarország a közös költségvetésbe, és mennyit hív le ezekből a befizetésekből. Országunk minden tekintetben ki van szolgáltatva az unió erőfölényének. Sajnos a csatlakozási népszavazás megelőzően a választópolgárok nagyon egyoldalúan lettek tájékoztatva a csatlakozás várható következményeit illetően. Egyértelműen megállapítható, hogy az EU sokkal jobban járt a csatlakoztatással, mint Magyarország, mert ezzel valójában piacot szerzett magának, és tette ezt nagyon könnyen az euró és forint értékbeli eltérésének köszönhetően, valamint abból kifolyólag, hogy az uniós követelmények és ezeket leszabályzó törvények létrehozásakor az EU korábbi gazdasági szereplői már eleve előnyt élveznek. Arról sem beszél senki, hogy a legtöbb esetben az uniós pályázatok úgy vannak összeállítva, hogy még a sikeresen lehívott milliárdok is az EU domináló szereplőkhöz jut vissza. Ki kell így hagyjam, így elvesztettem kis időt. Miután megnyíltak a határok a munkavállalat, az állal... Kérek 15 másodperc hosszabbítást Ezek a játékszabályok, le fog járni az időt. Majd a következőben befutolom. Jó, köszönöm szépen. Csak a rendkedvéért azt hadd mondjam el, hogy ezekben a szabályokban önök állapodtak meg. Tehát nem vettem részt ezeken az egyeztetéseken, én ma reggel kaptam meg ezeket a kérdéseket, feltételeket, és itt senki nem tájékoztatott, úgy tájékoztattak, hogy minden jó, én csak azt szeretném tudatni, hogy nem az ATV televízió feltételei igen. alapján zajlik most ez a vita. Igen. Következő megszólaló Tóth Tamás, öné a szó. Az uniós mérleg nyitott határok áramlása, szabad áramlása a csempészetnek, bűnözésnek, a kábítószernek. Megvették, mert eladtuk a gyárainkat. Mezőgazdaságunk úgy működik, hogy nem kell a cukorrépa, mert nincs cukorgyár, nincs konzervipar, nincsenek húsüzemeink, és sok egyéb gyárunk sincs. Külföldi áruházláncoknak csak az egy céljuk van, a hasznot kivinni az országból. Ugyan az unió szigorú szabályokban előírja, hogy például mi tehet a disznó, de azt nem írja elő, illetve nem ellenőrzi, hogy a kormány miért hagy ellátatlanul az országban százezreket. Ez nem csak az unió hibája, ez a mindenkori kormányok felelőssége is. Az emberek 85%-a biztonságra vágyik leginkább. Ennek egyik része a létbiztonság, ami Magyarországon ma nincs. A másik része pedig a bűnözők elleni biztonság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még mindig az első 10 év mérlege a téma, következő megszólaló Szanyi Tibor. Mi a szó? Én mindig ámulok és bámulok, amikor így lehordják a sárga földig az Európai Uniót, és amikor följön bennem az a kérdés, hogy ha ez ennyire rossz, akkor minek törekszenek oda be? Akár képviselőnek, akár tagállamnak. Én azt gondolom, hogy a mérleg, amit az elmúlt 10 évről tudunk mondani, az valahol úgy néz ki, hogy ezzel mindenki nyert.
hogy kisebb vagy nagyobb mértékben ki nyert, ki nem nyert, ez azért általában nem a közösség összegészének a gondja, baja, hanem a tagországoknak saját maguknak kell elszámolni, hogy helyesen éltek-e a közös szabályokkal, jól szerepeltek, itt is vannak közös szabályok, azt lám, ki így, ki úgy tud vele gazdálkodni. Ezzel együtt Magyarország 1000 éves történelemben, tehát még soha ekkora lépést nem tett. Nevezetesen a világ legnagyobb, legbefolyásosabb gazdasági erejének tagjává vált. Ennél nagyobb dolgot nem tud elmondani Magyarország, és én úgy gondolom, hogy ezt a mozzanatot mindenféleképpen tekintetbe kell venni. Kétségtelen, ebben a 10 évben 5 év azért válságban telt el. És a válságban is különbözőképpen működtek a különböző országok. Mi azt látjuk, hogy a gazdagok, akiknek volt jó mentőcsónakjuk, azok túlélték a válságot, hát a szegények meg kevésbé. De itt lehet szidalmazni multinacionális cégeket, csak akkor nem kell egy nagy multinacionális szervezetnél dolgozni. Lehet szidni a magyar vagy külföldi vállalkozásokat, de legrosszabbul fizető az a magyar kormány. A közmunkásbérnél rosszabb pénz nincs. Orbán Viktor a legrosszabb fizetője Magyarországnak, és tartok tőle egész Európának. Köszönöm szépen. Mert ebben a körben Meszeris Tamás az utolsó megszólaló, és a reakció először Nagy Szanyi Tibort illeti meg egy percben, ha kíván élni vele, de most Meszeris Tamási a szó. Hallgatjuk. Köszönöm szépen. Hát azok a bajok, ami miatt a magyar választók jelentős része csalódásként éri meg az elmúlt 10 évet, és azt hiszem nem kevesen vagyunk itt ebben a teremben, akik azt gondolják, hogy a magyar választóknak nem csalódás az elmúlt 10 év. Azok a bajok valóban nem 10 évvel ezelőtt kezdődtek. Ezek korábbi problémákra vezethetők vissza. Magyarország uniós tagságából az, ami nem sikerült, az, ami elszalasztott lehetőség, az részben a belpolitika. Részben a magyar kormányok belső politikai hibáibanak köszönhető, de annak is, hogy Magyarország felkészülése az Európai Uniós tagságra, hát a legkevésbé sem volt teljesen sikeresnek mondható. Most is itt van két olyan párt képviselő, meg az egyik képviselő parlamenti többséget, a másik képviselője pedig miniszterelnökként kormányzati felelősséget biztosított az Európai Unióban való működésünkhöz és ennek a feltételnek a kialakításához. Ha itt lenne a Fidesz, akkor teljes körben el tudnám mondani, hogy már a csatlakozási tárgyalások sem sikerültek olyan fényesen, mint néhány másik közép-kelet-európai országnak. Nem Magyarország jött ki a legjobban az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokból, sok rosszul kihasznált lehetőség volt már abban a pillanatban is, amikor beléptünk az Európai Unióba. Ráadásul az Európai Unió válság hatására kis hiány ketté szakadt. Ebben a pillanatban az a régió, aminek azt ígérték, hogy fel fog zárkózni a magországokhoz, leszakadó félben van. Ez a leszakadó félben való régió, ez csak akkor tud visszatérni az Európai Unióhoz, ha az Európai Unió maga szolidárisabb, átláthatóbb, demokratikusabb intézményrendszer tud kitermelni magából. Mi ezért megyünk oda, azt szeretnénk, hogyha erre az Európai Unió képes lenne. Nem csak ezt lehet elhibázni, el lehet hibázni az Európai Uniós politizálást is. A magyar kormányok próbálkoztak már azzal, hogy mindenben kiszolgálják az Európai Uniót, próbálkoztak azzal is, hogy fantomokra vetődve szabadságharcolnak, ahol két oldalán már jártunk, meg kéne próbálni a tetején ülni egyszer. Köszönöm szépen! Az első vitakörnek, vagy a bevezető, az első témakörnek a végéhez értünk, most jön a reagálási lehetőség. A következő sorrendben, csak hogy összetudják addig szedni a gondolataikat, Szanyi Tibor kezdi, Bajnai Gordon, Kásler Árpád, Tóth Tamás, Meszeris Tamás és Morvai Krisztina fog megszólalni egymás után. Összesen háromszor, ugye három témakörön fogunk végigmenni, háromszor egy-egy percük van arra, hogy reagáljanak. De ez a 3 perc, a 3x1 perc összevonható, tehát az óra majd 3 percről indul, de ha az első gondolatban vagy az első körben 3 perc hosszat reagálnak, akkor utána már nem lesz rá lehetőség, jó? Tehát ebben a 3 percben próbáljanak benne maradni, és ezzel az idővel sáfárkodjanak. Óra indul, Szanyi Tibor. Köszönöm. Bár a szocialista párt is rengeteg ponton szeretne változtatni Európát, ezért mondtuk, változtassuk meg közösen Európát. Már ami rossz, ami jó, az persze nem kell megváltoztatni. Ezért mondjuk mi azt, és az a jelszavunk. Európa, de okosan. Én hallom állandóan a sirámokat, ez rossz, az rossz, amaz rossz, megoldás meg sehol.
A Magyar Szocialista Párt viszont 5 alaptételben fogalmazta meg azt a megoldást, amit mi Magyarország felemelkedésének szánunk. Ez az európai minimálbér, európai minimálnyugdíj, ez a 25 év alattiaknak a teljes foglalkoztatottsága, ez a férfiak és nők közötti mindennemű egyenlőség kérdése, és olcsón, méltányos áron élelmiszert juttatni a magyaroknak, meg az egész kontinensnek. Ez a megoldás. Köszönöm szépen, órát megállítottuk. Bajnai Gordon. Ezt most kihagyom. Jó, következő megszólaló Kásler Árpád. Bajnai Gordon képviselőjelölt úrhoz szólnék. Az előző hozzászólásában ugyanazt a retorikát folytatja, amit Magyarországon a politikusok az elmúlt 25 évben. A baloldal szídja a jobboldalt, a jobboldal a baloldalt. Arra szeretném megkérdezni a képviselőjelölt urat, hogy milyen céllal kíván kijutni az Európai Unióba, hiszen több tucat állami vállalatban szerepelt, mint igazgató, igazgatósági tag, elnökségi tag, és mindezen vállalatok felszámolás alá kerültek, mindenki ismeri a libások ügyét, több mint 12-en lettek öngyilkosok, hogy most Magyarország felszámolását kívánja képviselni az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen, az órát megállítjuk. Bajnai Gordon, ha kíván, majd a következő körben reagálhat erre. Tóth Tamást illeti a reakció lehetősége, ha kíván élni vele. Szanyi úr azt mondja, hogy miért vagyunk, pontosabban kérdező, miért vagyunk az EU-ban. Hát először is azért, mert bevittek bennünket, másodszor azért, mert való igazság, hogy egy szövetségben rengeteg pozitívum rejlik. Hogy mi ezt nem használjuk ki, ez a mi ostobaságunk. Köszönöm. Itt a vége. Köszönöm szépen. Meszeris Tamás. Hát az a helyzet, hogy mi megértjük, hogy a Szocialista Párt is azt szeretné, hogy Európa változzon meg, és ez az Európa okosan, ez egy nagyon jól működő szlogán. Az az egyetlen probléma, hogy Magyarország ebben a pillanatban is jelentős korrupciós veszteségekkel vesz részt az európai transferekben. Nem ez az egyetlen ország, de igen komoly korrupciós veszteségei vannak, mind az európai alapok felhasználásában, korábban pedig még csak fel sem tudta használni a korrupt módon elköltött alapok jelentős részét. Úgyhogy van itt még mind javítani valóban. Köszönöm szépen, óra megáll, és a sorsolás szerint ebben a körben az utolsó megszólalási lehetőség Morvai Krisztinái. Köszönöm szépen, két képviselőtársam, képviselőjelölttársam intézett hozzám kérdést. Az önére részletesebben fogok válaszolni, hiszen büntetőjogászként a bűncselekmények megelőzése, bűnfelderítés és a közbiztonság kérdése, áldozatvédelem különösen is fontos számomra, és igen, szeretném, hogyha lenne komoly társadalmi vita a halálbüntetés kérdéséről Magyarországon, és azt pedig feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a tényleges életfogytiglani büntetés feltétlenül maradjon meg. Bajnai képviselő úrhoz pedig azzal fordulok, hogy ismét emberi jogi krízis helyzet van Magyarországon. Létrejött egy olyan szituáció, ami sokakat az 50-es évekre emlékeztet, amikor egyértelműen büntetőjárásokat és büntető hatóságokat politikai, pártpolitikai célokra használnak fel. Fel vagyok háborodva azon, hogy egyrészt azt állítják a titkosszolgálatok, meg hát ugye a kormány közeli sajtó, hogy 2009-től kezdve figyelték Kovács Bélát, mint választott képviselőt. Ehhez képest csak a tavalyi évben lett bűncselekmény az, amiért őt figyelték. Kérdem én, hogyan lehetséges az, hogy valamiért, ami nem is minősült bűncselekménynek, valakit titkosszolgálati eszközökkel választott képviselőként figyelnek. A másik kérdés ugye a jogban alapvetés, hogy a jogellenesség hiánya az kizárja a büntetőjogi felelősséget. Kovács Béla, mint ma megtudtuk, hangulatbűncselekményt követett el, ugye hangulatot gerjesztett az Európai Unió ellen, ez az, amivel őt úgymond vádolják, és az elkövetési magatartás pedig az, hogy egy frakció féleséget készített elő az euroszkeptikus pártokból. Ez nem, hogy jogellenes lenne, teljességgel jogszerű, az Európai Parlament kifejezetten támogatja ezt, és őket is támogatta mindenféle eszközzel. Tehát nagyon kérem
hanem hogy azok, akik azt akarják, hogy Magyarország szabad ország maradjon, hogy itt az emberi jogok megmaradjanak legalább valamilyen szinten, ne támogassák azokat, akik politikai célra akarják használni a büntetőjogot, akik börtönbe akarják vetni a politikai ellenfeleiket, és szavazzanak a Jobbikra, mert én garantálom azt, hogy emberi jogokkal foglalkozó jogászként meg fogom védeni az emberi jogokat, ahogy csak tudom. Itt a vége. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kevesebb, mint egy perce maradt, sőt 41 másodperce, csak az elkövetkező körökre való tekintettel mondom. Ez volt tehát az első 10 év mérlege. Most egy kicsit beszéljünk arról, beszéljenek arról, kérem, hogy milyennek képzelik el az elkövetkező 5 évet. A következő téma, milyen unióra van szüksége Magyarországnak? Az első megszólaló, Kásler Árpád. Öné a szó. Én más kérdést kaptam erről is, de megoldjuk. Magyarországnak semmivel sincs nagyobb szüksége az unióra, mint az uniónak Magyarországra. Óriási hasonlóságot látok az uniós csatlakozási szerződésből fakadó kötelezettségek és a devizahitel szerződések kötelezettségéből fakadó következmények között. Ha valami nem teljesíthető normális, minden fél számára előnyös, de legalábbis nem hátrányos módon, akkor attól el kell állni. Semmilyen trükkös gazdasági érdekeknek nem áldozható be a nemzeti érdek, az emberi méltóság és az emberek boldogsága. Közvéleménykutatók szerint Magyarország a világ legboldogtalanabbjai közé tartozik. Jelenlegi feltételek mellett Magyarország az unió fogja. Az EU-nak csak akkor van esélye a túlélésre, ha figyelembe veszi a nemzetek létérdekeit. Jelenleg a multinacionális nagyvállalatok érdekei vannak az első helyen. Azért kell a választópolgároknak olyan képviselőket delegálniuk az EU-ba, akik képesek ezeken az aránytalanságokon javítani. Amennyiben az EU nem hajlandó meghallani az események szavát, továbbra is előfölényével diktál, akkor nem kell megvárni a széthullását, meg kell előzni azt, és jó eséllyel ezt fogja tenni hamarosan Nagy-Británia és népszavazás útján. Magyarországnak arra van szüksége végre, hogy megerősítse belső gazdaságát és egy nemzetérdeket képviselő politikai kultúrát honosítson meg, és az ehhez szükséges erőt belföldön építse ki elsősorban. Az, ami jelenleg van retorikájában nemzeti politizálás, de valójában egy kétszínű, megalkuló kiárusítása az országnak. Ezzel nem lehet tiszteletet kivívni a külföld előtt, akárhány milliárdért is hirdetik fennhangon, óriás plakátokon. A tiszteletet ki kell érdemelni, elsősorban belföldön, majd ebből következően külföldön, de ehhez tisztességes múltú politikusokra van szükség. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy milyen kérdést kapott, de úgy látom, hogy nem kellett rögtönöznie, vagy kiválóan tette. Igen. Tóth Tamás következik. Szükség van Európai Unióra. Igen, szükség van, de nem ilyenre. Tagországok egyenlő jogokkal, pártatlan bírálattal rendelkezzenek. Az Európai Uniós képviselők, ha hazájukra méltatlan viselkedést folytatnak, visszahívhatók legyenek. Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy sok párt hazájában félreállított képviselőt küldi ki politizálni Brüsszelbe. Tagállamoknak pedig legyen önrendelkezési joguk. Ne Brüsszel döntsön minden ország szempontjából fontos témában. Önök többségükben a jelenlegi hatalomban is részt vesznek. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem hallják meg a nép hangját és szavát. Ki kellene csak menni az utcára és hallgatni. Általában ismert arcok vannak. Az önök arcát, mondhatnám az enyémet is, sokan ismerik. És az az érzésem, hogy nem tudnának úgy végigmenni az utcán, hogy valami irritáló megjegyzést ne kapnának. Ez nem védekezési mód, hogy itt most feltalálják a spanyol viaszt, mert valójában mindenki tudja, hogy hol a probléma. Az országot gyakorlatilag kirabolták, és jelen pillanatban is a multik viszik ki Magyarország vagyonát. És ez tűrhetetlen. És ezt a legkisebb ember, még az a nyomorult is, aki ül a lépcsőn, hallja és tudja, és nem tehet semmit. Köszönöm szépen.
Morvai Krisztinát illeti a szó. Köszönöm szépen, nagyon sok mindenben egyet értek az előttem szóló képviselőtársammal. A Jobbik programjában nem szerepel a kilépés, ez hazugság, el lehet olvasni a közel 50 oldalas programunkat, hanem helyette a Nemzetek Európája modell szerepel, amit a Jobbik vezetett be a politológiai köztudatba, és örülünk annak, hogy a Fidesz is átvette, és mások is átvették. Ez azt jelenti, hogy nem Európai Egyesült Államokat építünk, mint a fősodratú pártok ezt folyamatosan tették, ugye a Lisszaboni Szerződés olvashatlan aláírásával, és a többi, ami ugye azt jelenti az Európai Egyesült Államok, hogy Brüsszelből irányítják a magyar embereknek az ügyeit, egy központosított federális típusú állam. Mi abban hiszünk, hogy a magyar emberek ügyeiről elsődlegesen Magyarországon kell dönteni, és hogy még milyen Európát szeretnénk. Hát két értékrend áll egymással szemben. Az egyik a nagytőke, a multik és a bankok értékrendje. Ez az, amit jelenleg az Európai Unió képvisel. A másik pedig a munkavállalók, a kisgazdák, a kisvállalkozók értékrendje. Ez az, amit mi szeretnénk érvényre juttatni. Ezért is vagyok én ott az Európai Parlamentben, vagy ezért vagyunk ott, mert folyamatosan azokat a dolgokat, amiről a képviselőtársam is szólt, és amit az emberektől tapasztalunk, azt bevisszük oda a döntéshozatalba, elmondjuk, megosztjuk az ottani képviselőkkel, és hazahozzuk onnan az információt. Egy sokkal igazságosabb Európai Uniót szeretnénk, egy sokkal lazább szövetséget, amelyben Magyarország a saját előnyeivel vehetne részt, úgy, mint ugye kiváló a mezőgazdasági adottságaink, Magyarországnak jó minőségű élelmet kellene előállítani a hazai piacra, illetőleg exportra, kiváló termál gyógyvizeink vannak, az Európai Uniónak a gyógyközpontja lehetnénk, számtalan munkahelyet teremtve, kiváló feltalálóink, műszaki fejlesztőink vannak, a csodálatos találmányokat itt Magyarországon lehetne megvalósítani, van nekünk lehetőségünk, csak ki kellene használni. Köszönöm szépen, LMP, MSZP és Együtt PM lesz a sorrend, Meszerics Tamás. Köszönöm szépen. Hát abban az egyszerű helyzetben vagyok, hogy én most tudok válaszolni Tóth úrnak. Az a jó hírem van, hogy én nem nagyon kapok pikírt megjegyzéseket az utcán, pedig én gyalog járok és tömegközlekedem minden nap. De lehet, hogy azért van, mert annyira nem ismert az arcom, mint másoknak ebben a stúdióban, ki tudja. Azt viszont szeretném elmondani, hogy ha azt a látszatvitát folytatjuk itt is, hogy nagyobb vagy kisebb, több vagy kevesebb Európára van szükség, az az égvilágon sehol nem fog vezetni. Az a bizonyos Nemzetek Európája, ami a Jobbik programjában szerepel, az egy à la carte Európa, amelyben minden tagország kiválasztatja, hogy miben vesz részt és miben nem vesz részt, ami teljesen rendben lenne, csak ezt viszonylag nehéz ebben a rendszerben európai béreket kialkudni, mert hát van, aki érdekelt lesz benne, van, aki meg nem. Úgyhogy az a meggyőződésünk, hogy ez egy félreértés. Nem a Nemzetek Európája, vagy a fölbomlás szélén álló Európa, vagy az Európai Egyesült Államok a tét. A tét az valójában az, hogy értelmes, jobban működő Európát tudunk-e létrehozni jelentős, és tényleg jelentős reformok árán. Minket nem az érdekel, hogy jobb, kisebb vagy nagyobb az az Európa, ahol mondjuk van egy közös európai földregiszter. Meg sem tudom mondani, de értelmetlen is a kérdés. Az a lényeg, hogy ez megoldást hozhat valamire, ami probléma, és ami itt probléma. Ahhoz, hogy az Európai Unió szolidárisabb tudjon lenni, ahhoz, hogy az Európai Unió igazságosabb tudjon lenni, ahhoz demokratikusabbnak kell lennie. Megoldási javaslataink közül nem egy arra vonatkozik, hogy hogyan lehet az Európai Unió intézményeit demokratikusabbá, átláthatóbbá, elszámoltathatóbbá tenni. Van olyan, amiben az Európai Parlamentet kell erősíteni, de vannak olyan egyszerű dolgok, amikhez nagy nekiveselkedés sem kell, nem kell hozzá feltétlenül szerződéseket módosítani. Ebben a pillanatban a tanács ülése, amelyen Orbán Viktor is részt vesz, kisebb átláthatósággal működik, mint az 1980-as években a Moszkvai Politikai Bizottság. Ezt két perc alatt meg lehetne szüntetni. Köszönöm. Szanyi Tibor ráindul. Valóban meglehetősen álságos az a kérdés, hogy szükségünk van-e Európára. Hát persze, hogy szükségünk van. Európának is szüksége van egyébként Magyarországra. Mindazonáltal én nem tudok elszakadni attól, hogy ki nem mondjam akár sokadszor. És a Szocialista Párt részéről a mi jelöltjeink legalábbis. Mi dolgozni akarunk az Európai Parlamentben, azért akarunk oda beülni a különböző testületekbe.
Szóval tőlünk nagyon idegen ez, hogy ott háborgunk, aztán ide-haza meg hőbörgünk, mint ahogy itt a szélsőjobb szokta ezt tenni. Mi sokkal inkább a magyar családoknak az igényeiből vezetjük le a gondolatainkat, és ezért is van az, hogy korábban már említettem, méltányos áron szeretnénk, hogyha mindenki hozzá tudna jutni az élelmiszerekhez. Mi a csodának kell 27%-os áfát szedni Magyarországon, amikor az élelmiszereken, amikor az Európai Unió döntő többségében, a tagországok döntő többségében ez 10% alatti. Ezért is mondtuk azt, hogy Európa erejével fogjuk rákényszeríteni a magyar kormányt is, ha kell arra, hogy igenis ne szedjen sápot az élelmiszereken, hadd legyen mindenki rendesen, hadd legyen hol lakni, és hadd legyen hol dolgozni. Az első 10 év egyébként az tényleg az infrastruktúráról szólt, betonizációról. A következő 10 évet viszont mi a humán tőkébe való befektetés időszakának gondoljuk, az agyakba, az emberi erőforrásokba. Szóval a betonizáció után humanizációt akarunk, ilyennek képzeljük el a jövő Európáját, de főleg szolidárisnak. És itt van egy nagyon fontos dolog. Merkel asszony ma azt mondta, hogy ő aztán nem akar szociális Európát. Hát mi szocialisták Martin Schulz vezetésével meg azt akarjuk, hogy igenis szolidáris és szociális Európa legyen. Úgyhogy a magyaroké a jövő, Nupág Ágyi. Köszönöm szépen. Mielőtt Bajnai Gordonnak megadom a szót, ha megengedi, a reagálások sorrendje Jobbik, Haza nem eladó, MSZP, Együtt PM, LMP és az SMS. Ez következik tehát. Majd Bajnai Gordon 2 perce után. Figyelj. Ahhoz, hogy a választók megértsék, hogy mi a tétje az Európai Unió létének, először azt kell világossá tennünk, hogy ma a világban özönvízszerű átalakulás zajlik. És ebben az özönvízszerű történelmi viszonyokat átalakító átalakításban az Európai Unió nekünk egyfajta Noé bárkája. Aki ezen a bárkán rajta van, az túlélheti ezt az özönvizet, aki meg erről leugrik, vagy szándékosan leszáll, azt meg elsodorja az ár és megfullad. Ezért a Magyarország érdekei ellen való, hogyha valaki azt tanácsolja, hogy üljünk ki a mentőcsónakba, vagy szörföljünk a hullámokon. Márpedig Vona Gábor igenis nagyon sokszor ezt teszi, amikor uniós zászlót égetnek az ön képviselőtársai, vagy korbáccsal akarják hazakergetni Barroso elnököt Magyarországról, és ezt teszi gyakran Orbán Viktor is a maga keresetlen módján. Nekünk viszont az az érdekünk, az a magyar érdek, hogy az Európai Unió erős legyen kifelé az érdekérvényesítésben, hogy ne legyen végre a világ balekja. Az az érdekünk, hogy az Európai Unió meg tudja védeni a mi munkahelyeinket, biztonságunkat és jövőnket Kínától, Indiától, Brazíliától, vagy éppen Oroszországtól. Másrészt persze az az érdekünk, hogy ebben az Európai Unióban nagyon erős legyen Magyarország, hogy erősen tudja képviselni a saját érdekeit, hiszen nem mindenben egyeznek az érdekeink más országokkal. Nekünk magyarként az az érdekünk, hogy legyen energiaunió, mert akkor olcsó és biztonságos lesz a gázellátás. Az az érdekünk, hogy legyen egy olyan bankbiztosító unió, amelyik biztonságba helyezi a betéteket, védi a hitelezőket, és védi a nyugdíj megtakarításokat. És az az érdekünk, hogy ha baj van, akkor védjük meg a határainkat közösen, mint ahogy Ukrajnában ez például Ukrajnának nincs módja megtenni. És persze az az érdekünk, hogy olyan képviselőink legyenek Brüsszelben, akik megvédik a magyar érdeket, ha lehet a kormánnyal együtt. De ha kell, akkor a kormánnyal szemben is. Mert az elmúlt években nagyon sokszor a kormány nem a magyar polgárok érdekei szerint járt el, hanem sokszor saját hatalmi érdekei szerint. A mi képviselőink ezen változtatni fognak. Itt a vége, köszönöm szépen. A reakciók lehetősége következik, és a sorsolás szerint Morvai Krisztina kezd. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy 42 másodpercem alatt 2 körre döntse el, hogy osztja be ezt az időt. Magyarország élelmiszerét alapvetően Magyarországon kellene megtermelni, és Magyarországon kellene feldolgozni. Ez lenne a valódi változás. A földregiszter ügyében pedig micsoda regiszter, az kedves képviselőtársam, ahol a magyar földre majd az önök terve szerint dán, meg osztrák gazda lesz bejegyezve. Mi egy talpalatnyi magyar földet se akarunk külföldieknek adni. Köszönöm. Meg is állítottuk az órát. Kásler Árpád folytatja. Hát elképesztő így élőben hallgatni, hogy milyen folyékonyan tudnak beszélni a képviselő urak, képviselőjelölt urak adócsökkentésről és egyébről, hiszen az MSZP is, Bajnai Gordon ex-miniszterelnök is, hát sokáig voltak hatalmon az elmúlt 25 évben, soha nem csökkentettek érdemben adókat, Magyarország hozzájárultak Magyarország kifosztásához mindannyian. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szanyi Tibor, MSZP.
Meglehetősen innovatív mondatként éltem meg a Jobbik képviselőjétől, hogy ők nem akarnak kilépni az Európai Unióba. Ehhez képest hosszú-hosszú évek, hanem most már évtizedes szinten a Jobbiknak a internetes honlapján az volt, hogy a Jobbik az EU ellenes párt, így. Ezen a néven futottak. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy az a párt, amelyik zászlókat haigál ki a parlament ablakából, igaz, Kövér László se sokkal jobb, mert ő meg csak leszette, ugye a parlament épületéről az Európai Unió. Ezek azt mondják, hogy ők nem EU ellenesek. Rengeteg cikk megszólás, Vona Gábor pártelnök hosszú előadást tartott Moszkvában a Lomonoszov Egyetemen, hogy ő aztán ki akar lépni az Európai Unióba, és be akar lépni az Eurázsiai Unióba. Most ezek után, amikor ugye valaki úgy gondolja, hogy egy-két-három jobb szerezzünk már valami jó kis állást az Európai Parlamentbe, itt mutassunk egy jó arcot a nézőknek, most akkor ebből akarnak megélni, és akkor majd utána folytatják ott, ahol eddig abba hagyták, és ugyanazt az EU ellenes retorikát folytatják. Szóval nem, ennek véget kell vetni ezeknek a rossz szövegeknek, és én azt gondolom, hogy nyugodjunk bele szépen abba, hogy Magyarország jól választott, amikor az EU tagja lett, és ezzel kell nekünk okosan sáfárkodni. Köszönöm, óra megállt. És indul az Együtt PM-nél. Egy rövid reakció Kánsler Árpád személyemmel kapcsolatban felvetett vágyaira. Soha életemben nem ültem semmilyen állami vállalatnak a vezetésében, ezt rosszul tudja, ha finoman fogalmazok. A libákkal kapcsolatos vádra pedig azt tudom mondani, eddig 8 pert nyertem meg ezzel kapcsolatban, minden hazugságot cáfoltam, ne erősítse ezeket a hazugságokat. Amit pedig az adócsökkentést illeti, én egy évig voltam miniszterelnök, ez alatt radikálisan csökkentettük az adókat, az alacsony jövedelműektől egészen a közepes jövedelem fölötti szintig. Ott mindenkinek több maradt a borítékjában, ezt fordította vissza a Fidesz 80%-nyi munkavállalók kárára. Ez az igazság, a többi pedig nem igaz. Köszönöm szépen, LMP. Hát én csak egy rövid hozzászólást tennék ahhoz, hogy egyetértünk Morvai képviselőasszonnyal azzal, hogy igen, az élelmiszertermelés az egy helyi feladat, a helyi gazdaság erősítésére kell fordítani azokat a forrásokat, amit ebben a pillanatban a közös agrárpolitikában az extenzív termelésre, a földalapú támogatással fordít az Európai Unió. Például azért is megyünk, hogy amikor ezt újra tárgyaljuk, akkor ennek legyen erős képviselete. De az a helyzet, hogy abban az esetben, amikor egy külföldi gazda megvásárolja a magyar földet, abban az esetben minket az sem nyugtatna meg jobban, hogyha ugyanezt a földet Mészáros Lőrinc vásárolná meg. Ez a helyzet. Köszönöm szépen. A következő szakpolitikai témát majd ön kezdi, de csak Tóth Tamás reakciója után. Önt illeti a szó. Szanyi úrtól kérdezném, hogy mit tetszettek csinálni 8 évig, amíg a szocialisták voltak hatalmon? Bajnai Gordon úrnak pedig mondanám, hogy Barroso urat hazakergetni Portugáliába. Okos ötlet lenne, mert Portugáliában is van baj elég. Jó lenne, ha Barroso úr otthon sepregetne, és nem Magyarországot gyalázná azzal a bizonyos, hadd mondjam, falsan tovaris úrral, aki ugye magyar közreműködéssel gyaláz bennünket. A Fidesz felé meg, ugye, aki nincs itt, azért hadd üzenjek nekik, hogy milyen cenzúra van ma Magyarországon? Mi a véleményük? Abszolút cenzúra. Bizonyos riportok, amik velem történtek, velem készültek, nem jelennek meg. Azért nem jelennek meg, mert hát nem igazán dicsértem a Fideszt. Köszönöm szépen, Tóth úr, megállítottuk az órát. A következő körben Szanyi úr van is ideje, és lesz még egy reakció a szakpolitikai téma után. Ez a játékszabály. És akkor a szakpolitikai témákban a sorsolás szerint először az LMP kezd, a választott téma a foglalkoztatási politika. Meszerics úr. Az a helyzet, hogyha szolidárisabb Európát és igazságosabb Európát akarunk, amihez meg kell reformálni az EU intézményrendszerét is, először demokratikusabbnak kell lennie ahhoz, hogy kivéhető legyen ez a terv, akkor azokkal a kérdésekkel kell foglalkozni, amelyek egyszerre érintik Magyarországot és Európa minden tagországát. Ebben a pillanatban a legfontosabb ilyen kérdés, amely egyszerre érint mindenkit, az a munkanélküliség. Európa 27 millió munkanélkülije nem fogja kivárni, amíg az Európai Egyesült Államok eljön, vagy nem fogja kivárni, amíg a Nemzetek Európája megegyezik abban, hogy mik a munkavállalás feltételei az Európai Unióban.
Meggyőződésünk szerint négy dologban mindenképpen előrelépést kell elérni ahhoz, hogy a foglalkoztatás politika olyan szintre jusson, hogyha a munkanélküliség olyan arányban csökkenjen, ami már legalább nem kifejezetten drámai az Európai Unió déli és keleti peremén, ami nem szakítja ketté az Európai Uniót. Először is nem engedhetjük meg azt a továbbiakban, hogy egymással versengjenek az országok abban, hogy a munkaerőt, az adókat és a béreket negatív árversenyben, negatív bérversenyben és negatív adóversenyben arra használják, hogy ide csábítsák a működő tőkét, aminek félig meddig kiszolgáltatják, vagy teljesen kiszolgáltatják a magyar munkaerőt. Erre nem az a megoldás, hogy erre azt mondjuk, hogy az Európai Unió akkor ne foglalkozzon ezzel, erre az a megoldás, hogy próbáljuk közelíteni az európai munkajogot. Ez nem egy kicsike feladat, de meggyőződésünk, hogy végül elérhető egy általános európai munkatörvénykönyve. Mi ezért megyünk többek között az Európai Parlamentbe, hogy ezt tudjuk képviselni az Európai Parlament keretein belül. Másodszor csökkenteni kell a munkanélküliséget a fiatalok körében. A fiatalok munkanélkülisége talán a legdrámai probléma Görögországban, Spanyolországban és máshol is. Erre részben fél megoldást adott már a zöld garancia program, ami egy sikeres zöld kezdeményezés volt, de ezen kívül nyilvánvalóan fenntartható szektorba kell befektetni ahhoz, hogy munkahelyek teremjenek. Köszönöm. Együtt PM foglalkoztatáspolitika. Fejlesztéspolitika, bocsánat. Az egyik legfontosabb téma a foglalkoztatáspolitika mellett az a fejlesztéspolitika. Vagyis az, hogy mi lesz az uniós pénzekkel. Ezek a pénzek tulajdonképpen olyanok Magyarországnak, mintha olajkincset találtunk volna a föld mélyén. Lehetőség arra, hogy évtizedeket átugorva néhány év alatt hozzunk be lemaradást. Csak az elmúlt 7 évben 340 kilométernyi autópálya épült, 350 vidéki iskola újult meg ebben az országban. Megújultak a nagyvárosaink, a kórházaink, az egyetemeink. De ezeket a pénzeket három nagy veszély fenyegeti Európában. Az egyik, hogy mások is szeretnének ebből a pénzből minél többet kapni. Ezért áldász harc folyik Brüsszelben, hogy a következő időszakokban mennyit és hogyan tudunk felhasználni. Ezért küzdenünk kell Csehországgal, Portugáliával, vagy éppen Ciprussal. A másik, még nagyobb veszély, hogy az a csökkentett összeg, amit Orbán Viktor kudarca nyomán minden család 350 ezer forinttal fejenként kevesebbet kap, mint az előző időszakban. Az a csökkentett összeg Magyarországon megmarad-e, vagy ellopják tőlünk? Mert ma a legnagyobb veszély az, és azért állt le a számláink kifizetése Brüsszelben, mert már odáig ér a korrupció bűze. Odáig ér az a hír, hogy Magyarországon már az a szenzáció, hogyha Simicska Lajos közgépje nem nyer meg egy közbeszerzést. Ezt is meg kell védenünk Brüsszelből. A harmadik veszély pedig az, hogyha rosszul használjuk föl ezeket a pénzeket. Mostantól három dologra kell koncentrálnunk a következő időszakban. Az egyik az az, hogy teremtsünk legalább 300 ezer új minőségi munkahelyet, amiről Meszeris Tamás is beszélt, ebben az országban, mert csak így tudjuk hazahozni a fiatalokat. A másik, hogy rakjuk rendbe ennek az országnak az oktatását, mert csak akkor maradnak itthon a gyerekeink, és akkor tudnak majd boldogulni. A harmadik pedig az, hogy hozzuk be a rendszerváltás legnagyobb hibáját. Emeljük föl Békést, Hevest, Borsodot, emeljük föl őket, akár Csengei Dénessel szólva, váltsuk valóra a rendszerváltás álmát, hogy Európába, de mindahányan. Köszönöm szépen. Az SMS témája a közbiztonság. Tóth Tamás úr. Amióta ember él a Földön, mindig volt olyan egyed, aki nem fogadta el a közösség törvényét. Deviáns magatartásával a tisztességes társai ellen tört. Ahogy a civilizáció fejlődik, sajnos a bűnözés lehetősége is szaporodik. A brutalitás is erősödik. Ezt csak egy módon lehet megfékezni, az elrettentő törvényekkel. Lehet három csapás, de ahhoz három ártatlan embernek kell meghalni. Dr. Bárándi György ügyvéd úr mondta, hogy a halálra ítélt esetén nincs bűnismétlés. Aki egy embertársát hidegvérrel megöli, azt nem riasztja el semmi a következőtől. E témában a nép döntése a legfontosabb, tehát legyen erről lehetőségünk népszavazásra. Vajon ezt a témát miért nem merik megkérdezni a néptől? Talán mert az emberek úgy döntenének, erre az intézkedésükre szükség van? A fiamat lemészárolták, és hogy kitette, ténylegesen és mi okból, államtitok. Vajon miért? Hogy lehet a gyilkossági ügy
részleteit titkosítani. Kinek az érdeke, hogy ne derüljön ki az igazság? 20 év alatt többször kértem segítséget ez ügyben különböző pártoktól, de csak ígéreteket kaptam. Tényleges támogatást nem. Most már szeretném, ha az emberek és az SMS segítségével kiderülne az igazság. Ezért szavazzon minden jó érzésű igazságot és békét kereső ember az SMS-re vasárnap. Köszönöm szépen. Magyar energiaszektor, vagy ha úgy tetszik, az energiapolitika, ez a haza nem eladó választott témája. Kásler úr. A Fidesz és a Jobbik azzal, hogy támogatja a paksi atomerőmű bővítését a tervezett formában, természeti és gazdasági katasztrófába fogja taszítani Magyarországot. Mert ezt a témát nem szabad forintálisan gazdasági szempontból megvizsgálni pusztán. Minden téren a legfontosabb dolog a biztonság. Nézzük meg, mit nyerhetünk a paksi atomerővel. Nyerhetünk még több energiát, hogy kiszolgáljuk az ide telepedő, energiazaváló multinacionális cégek energiaiségét. Mit veszíthetünk? Ha nincs nagy baj, akkor elveszíthetjük a lehetőségét annak, hogy kibontakozzon az ország a megújuló energia fejlesztésekben. Ha baj van, akkor elveszíthetünk mindent. Ha bármiféle szivárgás történik, csak a híre, ha kimegy, magyar termékekre megszűnik világszerte a kereslet. Ha nagyon nagy baj van, akkor elveszítjük az életteret. Arról nem beszél senki, hogy a Duna vize aszályos időszak alatt nem tudja ellátni a második atomreaktor hűtését, éppen ezért egy hatalmas vízgyűjtő gátat kell építeni. Most ne eltekintek attól, hogy ez milyen környezeti beavatkozásokkal jár, viszont egy ilyen vízgyűjtő gátat egy terror támadás ellen megvédeni képtelenség. Egy néhány ezer forintos házi készítésű torpedóval, vagy egy robbanószerrel megtöltött motorcsónakkal egy ilyen gátat meg lehet semmisíteni, mert a víznyomás elvégzi a rombolást. És néhány órán belül bekövetkezik Fukushima. Magyarországon nem kell még egy atomreaktor. Nincsen rá szükség. Itt a vége. Köszönöm. Az emberi jogok a Jobbik választott szakpolitikai témája. Orvai Krisztinái a szó. Jogászként is és politikusként is azért harcoltam mindig, hogy a magyar embereknek legyenek emberi jogai. Ilyen emberi jogok alatt értem például a munkavállalói jogokat, mint emberi jogokat. Szeretném jobban tudatosítani, hogy a munkavállalói jogok emberi jogok, és szeretnék odahatni, hogy legyen végre egy olyan uniós norma, és várom ehhez képviselőtársaimnak majd a csatlakozását, támogatását, amely kimondja, hogy a diszkrimináció általános tilalmába ütközik az, hogyha az Európai Unión belül egy vállalat jelentősen különböző bért fizet a különböző telephelyein, és jelentősen különböző munkafeltételeket alkalmaz. Aki Magyarországon munkavállalóként multinál külföldinél dolgozik, pontosan tudja, hogy mire gondolok. Emberi jogi kérdés, a termőföldhöz jutás, a termőföld használatának a kérdése, az élelmiszer önrendelkezés, amelyik azt jelenti, hogy minden nemzetnek, minden közösségnek joga van megtermelnie a saját élelmét, és ehhez joga van ahhoz, hogy a saját földjét ő használja, ő kontrollálja, tehát a termőföld az nem spekuláció tárgya, hanem a helyi közösségnek a megélhetésének a forrása és a jó minőségű magyar élelem megtermelésének a tere. Büntetjogászként különösen is szívügyem az áldozatvédelem, a bűnmegelőzés. Most van az Európai Uniónak egy új irányelve az áldozatvédelemről, a sértetti jogokról. Szívügyem az, hogy Magyarországon ezt érvényre juttassuk a legkülönbözőbb területein a bűncselekményeknek. Elege volt a magyar embereknek abból, hogy folyamatosak a terménylopások, a jószáglopások, a mezőgazdasági felszerelések folyamatos lopkodása, az erőszakos bűncselekmények, és gyakorlatilag bűnmegelőzési tevékenységet az állam, a rendőrség nem folytat, bűnfelderítést is alig.
Köszönöm szépen. Szanyi Tibor után és a zárszavaik előtt ugye lesz még lehetőség reagálni, abban az időkeretben, ami a 3-3 percből összesen még rendelkezésükre áll, de a szó most Szanyi Tiboré, és a téma miről szól az Európai Parlament. Köszönöm szépen. Én azért választottam ezt a témát, mert szeretném, hogyha ennek a műsornak a keretét is ki tudnánk használni arról, hogy világosítsuk már föl egymást, hogy mégis mi ez az Európai Parlament. Noha a Magyar Szocialista Pártnak, sőt a nagyobb pártközösségének, az Európai Szocialisták Pártjának egy bő 500 pontos szakpolitikai programja van. Én ezeket nem tudnék se választani ezek közül, se pedig egyiket se tudnám itt ilyen rövid időkeretben bővebben kifejteni. De az tényszerű, hogy az Európai Parlament egy 751 tagú testület, amelyből 21 tagot delegálhatunk Magyarországról, és pedig a választóknak a vasárnapi döntésének arányában. Itt a jelenlévők közül, és beszéljünk erről világosan, a baloldalt, tehát a 200-nál is több főt várhatóan felelő baloldali Európai Szocialisták Pártját a szocialista küldöttek fogják gazdagítani, gyarapítani. Tőlem balra az LMP a zöld frakcióba, és ha jól tudom, akkor a valódi kimenő képviselője az Együtt PM-nek is a zöld frakcióba kíván beülni. Magyarul a baloldal esetében jelen pillanatban egyedül a Magyar Szocialista Pártra adott szavazatok tudnak hasznosulni. A többiek, akik függetlenek, nem tartoznak semmilyen pártcsoporthoz, hát meg kell mondjam töredemesen, nem túl eredményes az ő tevékenységük, minek utána nincs az a közösség, amihez tartoznának, aki fölemelni a szavukat, egyedül lézengenek a folyosón, esetleg, hogyha nagyon nem akarják őket meghallgatni, akkor kicsit háborognak, hőbörögnek, sőt, hát a Jobbik képviselő esetében tudtuk nagyon jó, hogy esetleg ott számogatják a parlamentben a zsidókat, vagy fölgyűjtenek egy-két zászlót, esetleg leköpnek ott valami határon túli magyart is, úgyhogy ezekkel lehet foglalkozni, sőt, hogyha van egy kis idejük, akkor még bomlasztanak, kémkednek is egy kicsit. Szóval magyarul ezért teljesen fölösleges. Én itt ezzel a műsorban mondom el, a Jobbikra adott szavazat, kukába vágott szavazat, a baloldalra adott szavazat pedig egyedül a Magyar Szocialista Pártnál tud érvényesülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most lehet reagálni a következő sorrendben. SMS, LMP, MSP, Hazanemeladó, Együtt PM és a Jobbik. Tóth Tamás kezdít el. Hadd kezdjem a Szanyi úrnak a szavaival, aki előre bejelentette, hogy semmi esélyünk, úgyhogy innentől kezdve haza is mehetünk, mert úgy gondolom, hogy ők már be is vannak betonozva. De remélem bölcsebb a magyar választópolgár, és nem eszi meg ezt a, bocsánatot kérek, a cuclit, mert hiszen tehettek volna, de nem tettek. A Jobbik képviselőinek, Morvai Krisztiának, az emberi jogok nem ott kezdődnek, hogy van egy gyilkosunk. Az emberi jogok valahol az anyamébe, és elsősorban a potenciális, a leendő áldozatokban jelentkezik. Az, hogy beszélünk arról, hogy áldozatvédelem, már a kifejezés rossz, mert ameddig itt vagyunk és élünk és itt állunk, ugye akkor mi még nem vagyunk áldozatok. Csak akkor, amikor kimegyünk a folyosón, és ott fog állni valaki egy késsel, és belénk vágja. Ezt kell valahogy megelőzni, és ezért önök semmit nem tettek. Az SMS-nek az a célja, hogy ezért küzdjön, ezért harcoljon, és elrettentse a potenciális gyilkosokat a gaztettektől. Köszönöm szépen. LMP, Meszeris Tamás. Köszönöm szépen. Hát legelőször is üdvözölni szeretném Kásler urat a Paks 2-t ellenzők viszonylag széles táborában, és örömmel jelentetem neki, hogy a Magyar Parlamentben van és volt is olyan párt, amelyik az első pillanattól kezdve ellenezte a paksi bővítést. Ezt LMP-nek hívják, az összes többi jelenlévő parlamenti párt valamilyen formában részt vett abban a bizonyos nagy nukleáris koalícióban, ami ekkor vagy akkor ilyen vagy olyan formában, de mégiscsak támogatta ezt a bővítést, hol tárgyalt róla, hol csak megszavazta. Úgyhogy üdvözlöm ebben a koalícióban. Nem lesz könnyű dolga egyébként, amikor ezzel kíván foglalkozni, de majd esetleg erről tudunk külön is beszélni. Hát Szanyi képviselő úrral nagyon sok mindenben egyet szoktunk egyébként érteni. Én most örülök is annak amúgy, hogy a szakpolitikai stábjuk olyan programot állított elő, amilyennel önök
amit most nem tudnának itt önök elővezetni, csak hát akkor ezt az 500 pontos Európai Uniós szakpolitikai programot, hát jó lett volna a közönség elé tárni legalább, mert én ilyen 500 pontos programot nem láttam az Európai Uniós programjukból. És hát Bajnai úrral szintén sok mindenben egyet tudok érteni, de hát még mielőtt miniszterelnök lett volna, az a fejlesztéspolitika, amit képviselt, az 180 fokban ellenkezik azzal a fejlesztéspolitikai koncepcióval, amit az LMP képvisel és egyébként képviselt is, és nem tudom, hogy ezt megbeszélte egyébként pártársaival, mert hát az rendben van, azt én megértem, hogy ön nem akar kiülni, ezt most már elfogadtuk, de az a helyzet, hogy a két ön után következő listás személy, az egyikük a zöld frakcióban, a másikuk pedig nyilvánosság számára bevallottan a liberális frakcióba kívánna beülni. Vajon mi lehet az a minimális program, amivel ez a két csoport meg tudna egyezni? Köszönöm szépen. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy Szanyi Tibor folytatja a reagálásokat. Kérdésre szeretnék rögtön reagálni. Az egyik az az, hogy hol van az 500 pontos programunk, www.msp.hu manifesto, így hívják. Egyébként, hogy esetleg javaslom a elmélyültebb olvasgatást a konkurenseknél, és akkor lehet, hogy nem kerül sor ilyen kérdésföltevésre. A másik pedig az, hogy ezt viszont határozottan mondom, noha ez nem belpolitikai műsornak kéne igazából lenni, de az összes eddigi kormányok közül kizárólag szocialista kormányok csökkentettek áfát. Akkor is, amikor egy rövid időre, egy fél évre is, de levittük 25-ről 20-ra az áfát, és akkor is, amikor egyébként a mellettem álló Bajnai Gordon közreműködésével 5%-ra ment az áfa, a távfűtés esetében és 18%-ra a kenyér teljesedében. Semmikor máskor nem volt áfacsökkentés. Egyébként pedig én nem mondtam, hogy ne legyen esélye senkinek se az Európai Parlamentbe ülni, én pusztán annyit mondtam, hogy ott nem fognak tudni semmit se kezdeni magukkal. Ennyi volt az egész, már úgy értem, akik nem tartozott pártcsaládhoz. Itt a vége, köszönöm szépen. Kásler Árpád, Bajnai Gordon és Morvai Krisztián lesz a sorrend. Parancsolj. Szanyi úr szerint a függetlenekre leadott szavazat, elveszett szavazat, én szerintem az álbaloldalra leadott szavazat egyenlő Magyarország kifosztásával. Az SMS képviselő jelölt által elmondottakkal maximálisan egyetértek. Egy ember megölése is borzasztó, viszont itt a bankárok és az őket kiszolgáló politikai réteg és gazdasági elit ezreket kergetett halálba, és több mint 600 ezer magyar embert elkergetett Magyarországról. Ez bűn, és ez ellen azok, akik az elmúlt 25 évben részesei voltak a belpolitikának és a külpolitikának, nem akarnak tenni. Tehát ezért nagyon örülök, hogy új kezdeményezések történnek. Köszönöm szépen, itt a vége. Bajnai Gordon. Több dologra is szeretnék reagálni, de legelőször is arra, amit Morvai Krisztina több tételben felvetett. Hadd mondjam meg, hogy miért gondolom azt, hogy a Jobbik politikája nemzetellenes. Hadd mondjak három számot csak. 700 ezer. 700 ezer ember lenne munkanélküli, ha az önök programja alapján elkergetnék Magyarországról a külföldi vállalatokat. Ennyien dolgoznak ezeknél a vállalatoknál. Egy másik szám, 400. Ennyi lenne a forint, vagy ennél magasabb az euróhoz képest, hogyha az önök kezdeményezésére Magyarország felfüggeszteni az államadósság törlesztését. Kérdezem meg Kásler úrtól, mit szólnának a devizahitelesek egy 400 forint fölötti euró árfolyamhoz. Mondok egy harmadik számot, 68 ezer forint. Ennyit kapnak hektáronként a magyar gazdák az Európai Uniótól. Ha önök éppen a földkérdés kapcsán, hogy benne van a programjukban, kiléptetnék Magyarországot az Unióból, akkor ez a 68 ezer forint, ami a lét nem lét kérdése számukra, az elveszne. De van ennél még nagyobb baj az önök politikájával. Az, hogy az önök politikája valójában a jogos elégedetlenségre, a dűre és kudarcra építve gyűlöletre uszít ebben az országban. Önök magyart magyarral fordítanak szemben. Az ön leghűségesebb társa, ahogy mondta Gaudi Nagy Tamás, nemrég a Kossuth téren köpködött, majd később akasztófára juttatásra szólított föl egy szabadon választott magyar kisebbségi képviselővel kapcsolatban. Ha önök jutnának hatalomra, akkor az egész országban először köpködnének, aztán meg valószínűleg lincselnének. Az önök politikája polgárháborúba juttatná Magyarországot. Ez a politika nem új. 70 évvel ezelőtt sok százezer honfitársunkat küldte halálba egy ilyen politika, és vitte végső pusztulásba az országot. Nem kérünk belőle még egyszer. De van még egy baj. Az önök politikusai időnként idegen érdekeket szolgálnak magyar jelképek alatt. Az SMS képviselője
tovarisnak nevezte egy brüsszeli képviselőt, azt hiszem a tovaris szó inkább Kovács Béla urat illeti meg, mert azt ön sem vitatja, hogy évek óta őt a Gazprom legnagyobb lobbistájának tartják Brüsszelben. Most pedig hazaárulás miatt folyik ellene vád. Azt szeretném, ha az önök választói tudnák ezt. Tudnák, hogy kígyót melengetnek a keblükön, amikor az önök sokszor jól hangzó ígéreteit támogatják. Ami pedig Meszerics úrra való reakció, ami a fejlesztés politikát illeti, ha önök 180 fokkal szemben vannak velünk, akkor önök a Fidesz politikáját támogatják a fejlesztéseket. Köszönöm, hogy kitette a pontot a mondat végére, és ebben a körben utoljára Morvai Krisztinája a szó. Nem gondolom, hogy a magyar földnek milliárdos bankároknak és üzletembereknek a kezén kellene lenni. Ők kétségtelenül élvezik az Európai Uniós támogatásokat, hiszen 1 milliárd forintot kapnak körülbelül. Utoljára ilyen barátságtalan az MSZP és Bajnai kormány akkor volt velem, amikor 2006. október 23-án kellett önök elől menekülnöm, illetőleg amikor voltak szívesek közvetlen közelről könyvgázzal szembelőni. Az se tetszett. Köszönöm szépen, itt telt le a 3 perc. Hölgyeim és uraim, önök közül valószínűleg nagyon sokan már eldöntötték, hogy hova húzzák az X-et vasárnap, de valószínűleg vannak, akik még nem. Arra kérem önöket, politikus vendégeinket, hogy győzzék meg őket, hogy miért szavazzanak az önök által képviselt politikai formációra. 2 percük lesz még erre, hogyha úgy tetszik, ez a zárszó, és ebben a sorban Bajnai Gordon kezd, öné a szó. Nos, az első gondolat, ami eszembe jut az, hogy ez a vita megérte. Megérte akkor is, hogyha a Fidesz nem jött el, a Jobbik egyébként elég sok mindenben képviseli azt az irányt, amit a Fidesz képvisel, úgyhogy itt voltak ők lélekben. De ahogy mondtam, a Jobbik politikája veszélyes, mert nemzetellenes, csődbe, polgárháborúba és az Európai Unióból való kizárásba vinné Magyarországot. Ebben is hasonlít a Fideszhez. Itt egy paks, ott egy kém. De tudják, hosszan vitatkoztunk itt Kásler úrral a haza nem eladó mozgalom jegyében, de itt áll mellettem a haza eladó mozgalom képviselője is, hiszen Oroszország érdekeit képviselik ma az Európai Unióban, és úgy tűnik Magyarországon is. 2 tétje van ennek a választásnak. Az egyik, akit megválasztunk, az dönti el, hogy mit tekintenek majd magyar érdeknek Brüsszelben. Lesz-e olyan képviselő Magyarországról, aki, ha lehet a kormánnyal együtt, de ha kell, akkor a kormánnyal szemben is megvédi a mi érdekeinket, mert a magyar kormány a hatalmi ambíciói mentén sokszor azért küzd, hogy bármit szabadon megtehessen a polgáraival. Ennek Brüsszelből is ellen kell állnunk. A másik tét pedig az, hogy lesz-e alternatívája az Orbán rendszernek. Hogy 4 év múlva majd zászlókon azt látjuk, hogy csak a Jobbik, vagy lesz esetleg egy európai józan polgári alternatíva Orbán bukásra ítélt rendszerével szemben. Ma a demokratikus ellenzéket már jó ideje nem csak a szocialista párt képviseli. Április 6-án azt az üzenetet kapta a kormányváltó ellenzék, hogy az nem lehet programunk, hogy folytatjuk. Alapvető, lényeges megújulásra, változásra, korszakváltásra, új hiteles arcokra, új programra van szükség ezen az oldalon. Ez kell ahhoz, hogy Orbán Viktornak legyen egyszer végre egy választható, népszerű, vonzó alternatívája, egy polgári, európai párt. Magyar vagyok és európai. Azt szeretném, hogy ne kényszerítsenek arra, hogy a kettő között választani kell. Ezért szavazzanak az Együtt PM-re. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. LMP, Meszerics Tamás. Köszönöm szépen. Egyrészt annyi megjegyzést még engedjenek meg, hogy Bajnai úr programjával, akkori programjával és a Gyurcsány kormány fejlesztés politikájával 180 fokban szemben álló LMP-s alapprogramot, hát azt nem kis részben a zöld fejezeteit Jávor Benedek dolgozta ki, úgyhogy ezt maguk között beszéljék meg, hogy ezzel hogyan állnak. És azt is szeretném még mondani, hogy annak ellenére, hogy a vita tényleg értelmes volt, és teljesen örülünk annak, hogy ezen részt tudtunk venni, egy alap egyetértés azért mindenképpen volt itt szerintem közöttünk. Az az alap egyetértés, hogy bármit is gondoljunk az Európai Unióról, abban mindannyian biztosak lehetünk, és ezt a választóknak is tudniuk kell, hogy nagyon nagy hatással van a magyarok életére. Ezt talán senki nem tagadná le a jelenlévők közül. Ezért a legfontosabb üzenet, amit először szeretnék elmondani, az, hogy a magyar választók, akik nézik, hallgatják, vagy akár csak értesülnek erről a vitáról, akik képesek megfontolni azt, hogy kire és miért szeretnének szavazni, mindenképpen menjenek el május 25-én az európai parlamenti választásokra. Nem baj, hogy gyereknap, nem baj, hogy meleg lesz, menjenek el szavazni.
aki ebben a vitában szót emelt, és aki vállalta, hogy európai képviselőjelöltként a választók színe elé lép, annak komoly felelőssége van. Komoly felelőssége van nem csak saját magáért és a jelölő szervezetért, mert az természetes, hanem Magyarországért és a magyar emberekért is. Mert Magyarországot képviselni Magyarország szempontjából talán a legfontosabb és a legnemesebb politikai feladat. Hogyha olyan képviselőket szeretnének küldeni a választók az Európai Parlamentbe, akik nincsenek kiszolgáltatva sem nagy vállalatok lobbycsoportjai érdekeinek, sem különböző Európán kívüli nagyhatalmaknak, akkor szavazzanak a Lehet más a politika listájára és jelöltjeire. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Morvai Krisztina úrá indul. Nekem egy kicsit csalódás volt ez a vita, mert több képviselőjelölt társam, inkább erre az oldalra nézek, ezt a drága időt, amit a választópolgárokkal tölthettünk, a Jobbik gyalázására használták föl, illetőleg más pártoknak a gyalázására. Ez személyesen nekem azért is volt szomorú, mert szerettem volna sokkal többet megtudni az önök programjáról, gondolom a választópolgár is így van vele, és szerettem volna úgy elmenni innen, közösen jó érzéssel, hogy tudjuk azt, hogy mi az a nemzeti minimum, amiben mindjárt egyetértünk, és amit esetleg együtt tudunk szolgálni majd Brüsszelben, illetőleg Strasbourgban. Megerősödtem abban a hitemben, hogy lehet, hogy több nő kellene a politikában, mert akkor együttműködőbbek lennénk, és nem egymás legyőzéséről szólna a politika, hanem egy kicsit több alázattal a választóinkat szolgálnák. Az, hogy miért szavazzanak a Jobbikra, arról még annyit hagy mondjak el, hogy most ebben a sok mással terhelt választási kampányban. Én 5 tematikus sajtótájékoztatót tartottam emberjogi kérdésekről, munkavállalói jogok, mint emberi jogok, földhöz való jog, élelmiszer önrendelkezés, mint emberi jog, az elszakított területen élő magyarok jogai, mint a nemzeti önrendelkezéshez való jog, nők jogai, illetőleg a bűnmegelőzéshez való jog, bűncselekmények sértetjeinek jogai, közrendhez, közbiztonsághoz való jog. Én nagyon kérem a felelős választópolgárokat, hogy a honlapomon, a morvaikrisztina.hu-n, illetőleg a Facebookon ezeket a sajtótájékoztatókat, ahol egyébként az elmúlt 5 éves munkámat is bemutattam, többek között a bűnmegelőzés és más tárgyakban, de egyébként Tamásnak el fogom majd küldeni az ezzel kapcsolatos könyveimet és más publikációimat is. Tekintsék meg, bölcsen döntsenek, csak azért is Jobbik. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja önöket, Isten áldja önöket is. És köszönjük szépen, hogy megszervezték ezt a vitát, köszönjük mindenkinek, aki dolgozott ezen és ezért. Köszönöm, SMS, Tóth Tamás zárszó. 20 éve lemészárolták a fiamat. Máig nem tudom, hogy kik és miért. Az egyik gyilkosnak kikiáltott ember a cellájában meghalt. Búcsú leveleket hagyott hátra, amikből 2 a rendőrség titkosított. Az igazságügyi miniszternek, a belügyminiszternek írtam, és tudni akarom a levelek tartalmát. Erre még csak választ sem kaptam a belügyminisztertől. Most, hogy elindultam az EP választáson, kaptam egy ismeretlentől egy levelet, melyben azt írja, hogy tudomása van róla, hogy az én fiam értelmetlenül halt meg. A gyilkosság okaként közölt publikációból egy szó sem igaz. Azt írta ez az ismeretlen, hogyha megtudtam volna a teljes igazságot, el sem tudtam volna viselni. De tenni sem tudtam volna ellene, mert a szálak igen magasra vezetnek. Viszont ha bejutok az Európai Parlamentbe, lehetőségem nyílik arra, hogy bizonyítékokat találjak a valóságos tényekre. Én nem bosszút, hanem békét akarok, és azt akarom, hogy soha többé senkinek ne kelljen a temetőbe a sírhoz beszélni. Talán ebben a körben ez így furcsán is hangzik, hiszen önök már mind ültek a parlamentben, és mind részt vettek olyan szavazásban, amikor az igazság elfedése volt a cél. Én egy békés ember vagyok, sokat tapasztalt, aki nem csak a saját igazságomat, hanem az ország békéjét akarom megteremteni az emberek segítségével. Kérem, menjenek el szavazni, és szavazzanak az SMS-re. Bocsánatot kérem. Köszönöm szépen. Szanyi Tibor. Egészen frivolnak tartom azt, hogy a Jobbik 4-5 éven át játsza az ordas farkast,
tépi a magyar emberek lelkét mindenféle hazugságokkal, majd egy választási időszakban megsimogat két kutyát, és eljátszák a választási műsorokban a békegalambot. Nem! Azok a teljesítmények, amelyek egyébként a nevükhöz kötődnek, azok a gyalázkodások érdemteleníteszik őket maximálisan, hogy az Európai Parlamentbe kerüljenek. Ugyanakkor én azt is hiszem, hogy a magyar választópolgárok nem csak jobb meg baloldal felé bonthatók, hanem úgy is, hogy férfiakra és nőkre. A mi listánkon egyébként nagyon kiváló jelöltek vannak, és muszáj kiemelnem Gurmai Zitát, aki az Európai Baloldali Nőmozgalomnak a vezetője, egy nagyon értékes valaki. A jelöltjeink egyébként mind több nyelven beszélő végzett emberek, sőt, dicsekvés talán, de mindannyian doktori fokozattal is rendelkezünk. Orbán Viktor és jobboldali szövetségesei bizony valahogy úgy viselkedtek az elmúlt években Európában, mintha kaptak volna egy jó autót, egy luxus autót, aztán beletörték a slusszkulcsot. Minden létező csatát elvesztettek, bár itthon ezért a csatavesztési rendre Európát hibáztatják. Viszont szeretném megnyugtatni a magyar választópolgárokat. Orbán Viktornak az Európai Parlamentben nincs kétharmada. A Jobbik az Európai Parlamentben nem tartozik sehova, nincs közössége. Még a szélsőjobbos haverjai se vették be a közösségükbe. Viszont azt szeretném elmondani, hogy a Magyar Szocialista Párt egy nagyon kiszámítható, programelvű, értékelvű politikát kíván folytatni az Európai Parlamentbe. Igazi, szolidáris Európát akarunk. Aki revansot akar, az áprilisi meghajlított, mondanám elcsalt választásokért most megteheti, mert az európai választások bizony igazságosak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és akkor a zárszó Kácsler Árpádot illeti. Egyetértek azzal, hogy kellene egy nemzeti minimum, de talán ez a nemzeti minimum az igazság kimondásával kellene, hogy kezdődjön, és ezt képviseli a Haza nem eladó mozgalom párt. Meglepve hallgattam Bajnai Gordon úr szavait, talán pályát is tévesztett, amikor hivatkozik a devizaadósokra, hiszen 2009-ben én a miniszterelnöki asztalára tettem a devizahitelek problémáját és a lehetséges megoldásokat. Több tízezer embert lehetett volna megmenteni, több ezret a halálból és több százezret az ország elhagyásától. Szanyi úr, amit a Jobbikról állít, önökre is vonatkozik, hiszen önök is képmutatóak, önök is csak a választások előtt csökkentették az adókat. Arra kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy legyenek céltudatosak, és ne dőljenek be a hangzatos választási szlogeneknek. Azok, akik európai bérekkel kampányolnak, azok a színfalak mögött megegyeznek a multinacionális cégekkel, hiszen ezen cégeknek a Magyarországra való telepedése, letelepedésének a feltétele, hogy Magyarországon alacsonyak maradjanak a bérek. Egy valós magyar gazdaságot kell talpra állítani. Arra kérem önöket, hogy május 25-én szavazzanak azokra, akik kiálltak a közérdekért ellenszolgáltatás nélkül is, mert az európai bérekkel való kampányolásból mindössze annyi igaz, hogy a parlament első ülésén, amikor összeültek, ezek a képviselők megszavazták a minden idők legnagyobb képviselői fizetéseket, és ezzel valóban európai béreket szavaztak, de önmaguknak, és ezzel be is tartották szavazati ígéretüket, választási ígéretüket, hiszen azról nem volt szó, hogy mindenkinek európai bére lesz. Kérem önöket, hogy honorálják azt a fantasztikus munkát, amit az elmúlt 5 évben elvégeztünk. Köszönöm. Köszönöm valamennyiüknek, ez egy fair vita volt, engem megerősített abban a meggyőződésemben, hogy a vita kiszélesíti a demokráciát, és nagyon remélem, hogy önöknek, nézőknek pedig segített a döntésben. Európa választ vasárnap, menjenek el és szavazzanak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadták a meghívásunkat, hogy itt voltak. Önöknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.